világban, ha az élet igényére figyelnek. Ünnep Isten tiszteletén megszentelése az Úrtól legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, együttlétünk kezdetén fennállva az elmúlt heti evangelizációnk énekét énekeljük. És úgy, ahogyan az minden este történt, hogy két ízben is egymást követően elénekelnék. Figyeljünk majd arra, hogy az éneklés közben visszatérünk az lapunk elejére, így mondjam egyszerűen, és azután majd újra kezdjük, és ismét visszatérünk. Oh.
békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Figyelemmel hallgassuk Isten szent igéjét, amelyet olvasok mai ószövetségi ige szakaszunk alapján, Mózes második könyve 13. fejezete végéről, illetve a 14. fejezetből. Az Úr pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogadott a fáraó harci kocsijára, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vette 600 válogatott harci kocsiját, az összes egyiptomi harci kocsit, 3 ember volt mindegyiken. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld a botodat. Nyújtsd a kezedet a tengerből, és hasíts ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utána. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraó és egész haderején, harci kocsijai és lovasai. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőséget a fáraón, a harci kocsijai és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük lévő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt, ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszakán. Mózes kinyújtott a kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtott a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izraeliek szárazon mentek a tenger közepébe, a víz jobbról, balról, falként állt. Isten élő lelke áldja meg az igék hirdetését, annak hallgatását és a nekünk készíti személyes üzeneteken. Lelki életünket csendesedjük, most elhagyjuk a fejét. Köszönjük. Ennyi édesetem, azt is megköszönjük, hogy ragyogó, napfényes márciusban érkezhetünk a te házadba, és miközben köszönjük ezt a külső fényt, szeretnénk abban a ragyogásba is beleállni, ami titokzatosan, szemünkkel nem láthatóan, szívünkkel annál inkább átélhetően reánk ragyog, dúsan, bőségesen, olyannyira, hogy benne valóban olyannak látjuk magunkat, amilyenek vagyunk, és olyannak látunk téged, amilyen te vagy, és olyannak látjuk a testvért, amilyen ő a te ajándékodként számunkra. Köszönjük ezt a külső fényt, már ez is vidámítja a lelkünket, de megvalljuk, hogy nem elég.
nem elég az ébredő tavasz, hogy merjünk hinni az ellen múló élet ajándékában, kell a több és kell az egészen más, az a fény, amely a te egyszülötted áldozata felől és harmadnapon való feltámadása, diadal felől ragyoghat ránk, elhitetve velünk, hogy ő a feltámadás és az élet, és minket is ebbe vársz, ebbe hívogatsz, és ebbe lesz egyszer majd teljesége részünk. Ennek fényét, ennek ragyogását, ennek bátorító igazoló erőit, ennek a késztetéseit alázattal kérjük, várjuk most is tőled. És mindent, mint szükségesnek ítélsz egyenként életünkben, lelkünkben, gondolkodásunkban, akarásunkban, nem akarásunkban, mindent vizsgálj meg, és úgy vezess az örökké valóság útján tovább, hogy ezekben is egészen személyesen ajándékozol valamit abból, ami a tiéd, a tökéletes felülről való ajándékaidból. Hallgass meg minket ide érkező imádságainkban is, magunkért másokat mondott fohászkodásainkban, a rész szerint hatalmadat, erődet fölismerő háladásunkban is. Köszönjük a te közelségedet, a délyeket, minden áldását kérjük, hallgass meg Jézusért. Amen. Az ige hirdetése előtt ismét szolgál, én akarom az ő énekünket, legyen újra figyelmesen.
Isten öt este, öt igéjével mennyire forgatjuk a lelkünkben. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Másban ne reménykedjünk, ebben viszont mindenképpen fogódzunk meg. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Újra összefoglalásként hadd emlegessem az úgynevezett vezér igéket, az egész evangelizáció összefoglalója. Ez a jézusi parancs volt, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyenített város. És aztán pontódott a gyülekezet öt titka, ahogyan alcíme is volt az evangelizációs sorozatunknak, ezekre az igékre, hogy ő gyújtott, illetve ő gyújt világosságot a mi szívünkben. Egyedül ő. A rejtett dolgok napvilágra akkor kerülnek, hogyha ez a fény, az ő fénye, az egyetlen igazság és szentség fénye rávilágít. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit leöntse, bármi némű építmény is, az lelki szellemi építmény, vagy akár éles stratégia a mi sorsunkban, az jelent meg az Isten fia, hogy az ördög minden munkáját leöntse, a képes rá, hívjuk segítségül az ő nevét. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hallhattuk a negyedik este az igét, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Ez a misszió lényege. Ragyogjunk szinte észrevétlenül, de az ő nevében és az ő nevéért, nem tudva, hogy mit cselekszik a jobb kéz, ne tudja a bal, ragyogjunk, és majd lesznek olyanok, akik dicsőítik ennek nyomán titokzatosan a mennyei atyát. És folytatólagosan lábunk előtt, mécses a te igéd, hangzott az utolsó estének az igéje felénk, szeressük a Bibliát, olvassuk a Bibliát, imádkozzunk a Biblia fölött. Kérjük támogatást, szellemi támogatást, az, hogy értsük, hogy ne csak holt betűnk legyen, hanem a Szentlélek által megjelenedő, nekünk szóló személyes üzenetek gazdagsága táruljon föl lábam előtt, mécses a te ígéd. Hát mindezeket, mikor végig hallgathattuk sokan, vagy némely estét lehettünk, minden, mint a refrén, vagy a vízhang, és a vízhangból következő refrén. Mi tehát az, ami abból következik, hogy összegződik-e? Valahogy én péntek este az utolsó záró alkalom végén emlegettem azt az éneket, amire mindig olyan szívesen emlékezem, hogy a gyermekotthon gyermekei, amikor kinyitották a kis gyerekes füzetecskéjüket, amit mindig eszembe elején kaptak, abba a rendszerint beletettük, ha kicsi kis fényemmel világítani tudok ezt éneket, és mindig volt valaki, aki ezt az éneket akarta. Már egy kicsit szinte belefáradtunk, annyit kellett énekelni, és minden versével együtt, de olyan tűzzel képvel, olyan tetszésen, tetszett nekik az ének. Hát, hogy mit értettek belőle, és mi következett az életükből, a mindenható Isten kegyelmére bízott, de minden esetre kedves volt nekik ez az én is éneket, egy kicsi kis fényemmel világítani tudok, így is összegezném. Elhiszem. Kicsi kis fényeddel világítani tudsz. Egy jó szó, egy derűs arc, egy gondolat,
egy elhatározás, egy alázat abban, amiben egészen másképp is viselkedhetnél, egy jót gondolás a másik felől, egy könyörgő szolgálat a másik állapot, amilyen mind-mind kicsi fények világítani tudsz. Nem teljesíthetetlen ez a te számodra, hogy milyen mértékig és hol kik közt áldja meg az élő Isten ezt a kicsi fényt, megint bízd rá, tedd, és minden más bízzál rá. A gyermekotthonos gyermekeknek nagyon kedvesé vált ének is, hál' érte, úgy leegyszerűsít mindent, hogy ez nem olyan nehéz. A figyelmünkkel, és talán az engedelmességünkkel követni. Erről jutott eszembe egy régi történet. A régóta gyülekezetünkben járt, talán már hallották is tőle minden a szószékről. Egy történet a fáradalmi története közül, hogy így mondjam, amelyet most megint a kicsi fény okán, és az elmúlt öteste összegzése okán szívesen fölemlegetek. Egy történetében a következőt írja, egy hosszú előadás hangzott el, jelen volt a professzor, tanította a hallgatókat, el is fáradtak benne kellőképpen, és kicsit bosszankodtak is azok, akik ott jelen voltak, amikor megkérdezte a tanító, hogy van valakinek még kérdése. Már alig várták, hogy induljanak. De jó, aki jelentkezett és feltette azt a kérdést, neki fontos volt éppen akkor. Mi az élet értelme? Jó nagy kérdés, jó. Bonyolult módon is lehet rá válaszolni. A bölcsessége nagy tudás, talán valamiféle érték és alázat késztette arra, professzor, hogy nem egyszerűen adjon választ. Mi az élet értelme? Visszaemlékezett. Ezeket mondva, kisgyerekkoromban a háború alatt nagyon szegények voltunk, egy eldobott faluban éltünk. Egy nap az úton találtam egy darabokra tört tükröt. Egy német motorbiciklit lőttek ki azon a helyen. Megpróbáltam összeszedni a tükör összes darabját, hogy összerakjam, de lehetetlen volt, így csak a legnagyobb darabot tartottam meg, ezt itt nincs, felmutattam. Aztán egy kövön kör alakúra csiszoltam. Játszani kezdtem vele, mint valami játékszeres, elbűvölt az, hogy olyan sötét helyekre tükrözhettem vele a fényt, ahová a nap sohasem sütött be, mély lyukakba, refedésekbe, sötét beugrókba. Amikor férfivá értem, rájöttem, hogy ez nem egyszerűen gyermekjáték, hanem annak a hasonlata, hogy én mit is kezdhetek az életemmel. Rájöttem, hogy nem én magam vagyok a fény, még csak nem is a fényforrás. De a fény létezik, és sok sötét helyen csak akkor fog fény lenni, ha én oda tükrözöm kicsi kis fényfogó eszközömmel, amit csiszolgattam, csiszolgattam, hogy azért a fényt, amit bevehetek vele, sugározni tudjam minden helyre, sötétségben világossal támadjon. Nem csak a gyermek éneket követően, hanem a kis történet mentén is nem érezhetjük-e úgy. Ez lehetséges. Ezt megélhetjük csak. Meg kell fogni azt a fényt, vagy bele kell állni a ragyogására. És nem lesz olyan sötét zug, lelki zug, ahová ezzel a fénnyel ne léphetnék és ne tölthetnék be az életem értelme szolgálatát. Ha emlegessem, hogy tegnap késő délután egy könyvemutatóra került sor a Tiszta Forrás misszió környezetében. Itt is van kedves barátunk, akinek a
könyve bemutatásra került, egy alkalmat már említettük itt a gyülekezetben, a Megtartó oltalmával címmel, Leleszi Balázs Károly testvérünk megújította az önélet írását, és ebbe az írásba bele helyezett megfelelő hely és megfelelő tartalmú általa írt verseket is. Egy olyan értékes kötet szeretett a lányának figyelmébe. És ebből is szeretnék felolvasni egy életértelme összegzést. Ennek a versnek ez a cím, hogy számvetés, hát vessünk számot mi is, akár az ő szavaival, és majd beszéljön nagyon szép hasonlat, amelyik megint olyan egyszerűvé teszi a mi számunkra, hogy mit jelent fény lenni ebben a világban, ha az élet igényére figyelünk. Így írja. Nem csak egy híres ember. Soha nem állítottam előtérbe magamat, amit Istentől kaptam, jót, rosszat, azt alázatosan elfogadtam. Igyekeztem azt szólni, írni, amit a lélek sugalt nekem, egyszerűen csak az igazat, az égit. A nagyok közt a legkisebb voltam, se baj, én nem bántam. Apró vízcseppnek is kell lenni, hogy hullámozzék a tenger. Soha nem lettem ékesen szóló prédikátor vagy híres csodadoktor, de csoda volt minden pillanat, amit megéltem. Ha meghalok, mert meghalok én is egyszer, hagyok-e magam után valamit? Nem is fontos. Mert mit is akartam? Istenről, Jézusról, a megváltásról vallani. Őszintén, tiszta szívvel, tanúbizonyságot tenni. Hát igen, egyszerű. Kicsi is fényemmel világítani tudok. Olyan szép ez a kép, a versben elrejtőző kép. Apró vízcseppnek is kell lenni, hogy hullámozzék a tenger. Apró vízcseppnek. Kicsi is fény. Egy kicsi tükör. Hány és hány hasonlata van szükségük ahhoz, hogy merjük elhinni, hogy fényhetünk ebben a világban. Az élet igéje világossága visszatükrözésével napról napra. És most szeretnék rátérni a történetünkre, mert ennek a történetnek is van összefüggése azzal, amit az elmúlt estéken hallhattunk. A világosság, népek világossága rendelt nép. Döntő szabadítás élményének részletei kerültek elénk, az Exodus, ahogyan ezt ismerjük. A zsidó nép rabszolga sorba került zsidó nép egyiptomból való kivonulása, amely olyan magas minősítésű esemény, hogy a 10 parancsolat első parancsolatában ott szerepel ennek törvény megfogalmazása. Népek világosságául rendeltetett ez a nép, és hogy be tudja tölteni. Többek között azoknak is meg kellett történni, amelyekről itt az igében olvastam, illetve amire az ige után. Nézzük, hogy mire utal. Először csak címszó szerint emlegetem ezt a hármat. Mögéjük ment az angyal, aki előttük volt, mögéjük ment. Másodjára majd erre figyeljünk, hogy mögéjük ment a tűzoszlop is, de most nem világítani, hanem sötétséggel. És végül majd arra az apró eszközés figyeljünk, amit Mózes talán olyan esetlenül, hogy így mondjam, anélkül, hogy a szentséget törném, a kezében tartott, és talán használt is akkor, amikor a tenger vizét meg kellett volna, vagy meg kellett ütnie az Isten parancsára egy kicsi bot, egy egyszerű bot. Mögéjük ment az angyal, olvassuk először, ennek nagyon mély lelki tartalmai vannak,
mi, akik Gajatetten töltöttük presbiterekkel a feladataikra való készülés, meg egy hétvégéjét, ott hallottunk egy igehirdetést Filippi beli gyülekezethez írott levélből, vagy annak alapján. Az a jól ismert mondat került kibontásra, hogy ami hátam mögött van elfelejtve, ami pedig előttem van, neki feszülve futok egyenes cél felé, Krisztus Jézusban, Istentől nekem ígért jutalom felé. És tisztázó volt az igehirdetés, felejteni szinte lehetne, föl van írva minden, ami lelkünkbe, a mély lélektan is ott mindent el tud mondani, arról, hogy mindent összegyűjtünk, hogy ott van, de fel lehet dolgozni. Ami hát a mögött van, azt feldolgozva hangzott az igehirdetés. Futok egyenest a cél felé, feldolgozva. Mögéjük megy az angyal, hogy segítsen a feldolgozásban, hogy ami eddig volt, miért volt, és ami eddig volt, már nem lesz, és nem is fog titeket terhelni. Mögéjük ment az angyal. Kicsit olyan ez, mint hogy példákkal is éljek, mint amikor Nehémiás arra készül lehet, hogy visszatér maga hazájába, de előtte híreket hallva népe nyomorúságát kell számba tennie, és egész népével együtt érezve igazi őszinte, több napig tartó, sírva történő bűnvallást mond. Mögé ment az angyal. Úgy nem lehet indulni, királynak jó kedvét megnyerni, és aztán valóban az alkotó életet érjen, falait felépíteni, a védettséget biztosítani, csak hogy mögé mehet az angyal, és a bűnbánat, majd a bűnbocsánat élményével együtt ezt a terhet már le tudja tenni. Vagy emlegetem Onézimos, amivel régen előtérbe került, ő is le lehetett tenni azt a terhet, ami az ő élet korábbi szakasza volt, mikor megérkezik Filemonhoz, az ő korábbi szolgatartó gazdájához viszi a levelet. És a levél nem azt jelenti, hogy mögé ment az angyal. És nincs többé. Eltűrölve az adós levél fogalmaz más összefüggésben, Pálait is jól érthetjük. Eltűrölve az adós levél, mögé megy az angyal. És jöhet bármivel, vagy jöhetett korábban ijesztve bármivel az egyiptomi hatalom és erőszak, az ördög maga, hogy így fogalmazza. Mögé ment az angyal, s védi a világítású népek világosságunként rendelt népnek az életét, védi, mert neki be kell tölteni azt, hogy ragyogjanak, mint csillag az égen. Hagyjuk el, hogy mögénk lépjen az angyal, s őrösen. Vizsgálj meg engemet, Istenem, lásd meg, milyen úton járok, és vezess az örökkévalóság útján, mondja egy újabb indulásnak két zsoltáros lelkiség, mert hagyja, hogy az angyal mögéje menjen, és már azt a terhet ne kelljen cipelnie. Sokféle titka van annak, hogy 1000 napos templom építkezésünk volt, számtalan dologról megemlékeztünk már, de nem része ennek a titoknak, hogy elkészülhetünk vele 2,5 esztendő alatt. Hogy amikor indultunk, akkor a nehémiási magatartást kellett számba vennünk, mert lehet-e úgy építkezni,
Isten országában alkotó munkát végezni, a templomtér szentségét kialakítani, hogy egyébként annyi minden terhel bennünket. Mögénk jött az angyal, mert arra való késztetést kaptunk az első hónapokban, hogy valljátok meg a ti nyomorúságotokat. Sok mindenkit emlegethetnék még, említem magamat is sokáig terhelt, erről is megemlékeztem már több ízben a gyülekezet előtt, csak egyszerű illusztrációként mondom, vagy kicsi fényként emlegetem, hogy egészen eltévedhettem volna a tizenévességem végén. De mögém lépett az angyal, és föloldott abból, ami engem akkor terhelt. És lehetett nekiindulni abban a hivatásban is, amiből később a lelkipásztori szolgálat lett. A következő, amit jó, ha észlelt a történetben, hogy ez a tűzoszlop sötétségé lett. A tűzoszlop, ami védte a népet, vezette, védte, körbevette, fényt adott, benne Isten hatalma és kegyelme testesült, sötétté lett. Nem világított, de nem gonoszszá lett, csak sötétté lett. Mit jelent ez, mit fogalmazhatunk akkor ennek mentén? Hogy sötétségben nyújtja olykor a védettség kegyelmet az Isten. Mi a sötétség? Mindenféle bajot vette körül engem, Zsoltáros írja. A mélységből kiáltok hozzá. Próbatételek, betegségek, gyászok, a sötétség, titokzatos kegyelme. És miért kell ez, hogy értsük a sötétségben, a nehézben, a próbatételes utakban az Isten szeretetét? Mert akkor tudunk fényteni, akkor az érthetetlennek tűnő dolgokat is kicsit talán jobban megértve tudunk világolni, egyébként pedig lezárja a szájunkat az a sok értetlenség, ami ott lenne mögöttünk, meg körülöttünk, hogy ez miért van, miért engedi meg az Isten. Tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretni, minden javukra van, mondja Pál, aki tud világolni, és tudja a tanácsot adni, hogy ragyogjatok, mint csillagok a világban, akik az életükére figyeltek. Értjük a sötétség kegyelmét, a bajok kegyelmét. Így olvastam, nem ilyen, hogy az áruhában járulkelő áldások. Ez a sötétség kegyelme, az áruhában. Nem ismerjük föl először, hogy abban benne rejtőzik az Isten szeretet. Nem a kísértétől, a való sötétségről van szó, hanem a bennünket megpróbálnak való Isteni szeretet. Különös sötétje ez, amiben még inkább tanított arra, fogjuk meg az ő kezét, és vezessen bennünket. De van ilyen kegyelem, és aki ezt jobban és jobban tudja, érti, jobban világol az ő lámpája, ha érti. A fájdalmasat is élt. És végül egy apró eszköz, az a bot, ami talán ügyetlenül áthúz és kezében akkor, amikor a csipkebokor, égő csipkebokor mentén beszélgettek az Úrral, és egyszer csak mondja neki az őt megszólító Isten, hogy na, kételkedsz, hát dobd el azt a botot, és majd mindjárt történik olyasmi, amit Egyiptom papjai is produkálni tudnak, hogy lásd,
nem vagyok én, alávetetjük, elrögja, botos, ki jól lesz belőle. Ott van egy bot a kezében, egy egyszerű eszköz, egy ilyen pásztor, életet, munkásségítő egyszerű eszköz, mondjuk így, hogy egyszerű, emlékeztető eszköz, egy egyszerű emlékeszköz, amelyik föl-föl tudja eleveníteni Mózes számára, hogy ő a hatalmas, ő az erős, én itt van ez a kicsi bot, és üzeni nekem, hogy ő a mindenható, tőle, általa, érte vannak mindenek. A kicsi boc, a kicsi tárgy. Emlegettem édesapámnak a valamelyik gyermekénél van ez, nem is tudom, hogy kinél, kicsit irigykedem, hogy nem hozzám került egy kis tábla, ami az ő irodája falán ki volt ér. Kicsi tárgy, egy kis tárgy, egy fa tárgy, amire csak ennyi volt írva, hogy bízzál. Sokszor megemlékezett erről, az életrajz írásában is emlegeti ezt a kicsi táblát. Bízzál, kicsi tárgy. Azt én nem tudom felsorolni, amikor erre rátekintett, akkor mi minden juttathatott eszébe az Isten lelke, hogy bízzál, mint Mózes botja, hatalmas ő, bízzál, meg vagy váltva, kicsi eszköz. Miközben talán végig gondolhatjátok ti magatok is, hogy milyen kicsi eszközök vannak körülöttetek, akár tárgyi eszközök, amelyek emlékeztetnek titeket arra, hogy Isten miképpen szabadított meg titeket, és hogyan mutatta meg a maga hatalmát. Emlegette a terített asztalt, kicsi tárgyak, poharak, a tálcán a kis darab kenyér, mint Mózes kezében a bot. Mire való, amire Isten minősít? Mire való ez a pohár? Mire való a korty ital? Vagy mire való a darab kenyér, amire Isten minősíti, ha hagyjuk, hogy a lelkünkbe ezt felélessze, megújítsa? Hogy a Krisztus önmagát életünk egyetlen tökéletes áldozatként odaadta, és ennek alapján vallhatom, hogy meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, magasság, mélység, jelen való, elkövetkezendő, el nem választhatnak engem az Isten szeretetétől. Nem derül ki az olvasott történetből, hogy Mózes ráütötte a vízre. Isten ezt parancsolta neki, hiszek, Uram, légy segítség, azért hitetlenségemben állapotok is vannak, vagy lehetségesek, de azért ott volt a kezében, mert magasra tartotta, azt olvassuk. Kicsi eszköz, a mécses. Amikor Izraelben járhattam magam, egy mécset szerettem volna hazahozni, ezt onnan nem tudtam olyat, ami nekem nagyon kedves volt. És itt az óvodában egy keramikus művésztől lehetett aztán beszerezni azt a mécset, amit nagyon sokszor utána elvittem különféle statikai foglalkozásokra. Kicsit mécses, egy kis tárgy, fény. Kicsi kis fényemmel világítani tudok, tudsz világítani, lehetséges. Próbáld meg magad ebben, ez az evangelizáció ösztökéje. Ti vagytok a világvilágosság, úgy épül az Isten országa, bennetek is. Körülöttetek élőkben is, a ti családi otthonotokban is, a gyülekezet közösségében is, népünk életében is, úgy épül. A kicsi kis fényemmel világítani tudok.
Isten áldja, gondozza bennünk ezt a fényt, és tegye minket ebben alázatosan, bátorságossá. Így legyen. Amen. Énekelünk készült egy harmadik énekkel is. Én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott az Úr Jézus, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöltik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondva: e pohár az új, megújuló szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csöndesedjünk most, elhajtsuk fejet, imádsággal készüljünk. Kérünk téged, édesatyánk, hogy személyes imádságainkat hallgass meg. Készíts arra, hogy szívből jövő vallomással tudjunk most előtted megállni. Készíts arra, hogy elmondjuk, mennyire fontos, hogy mögénk
jöjj a te angyalköveteid által, szereteteddel, a megbocsátás erőivel, a feloldásnak az erőivel, minden görcsünkből feloldva, elvéve minden félelmet. Hozzád fordulunk a könyörgésünkkel, hogy jobban érthessünk téged, nekünk ember próbatételeid által, hogy mélyebben tudja a mi lelkünk az értelmi, nem is tudja követni, de a szív igazi lüktető titka legyen, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Kérjük téged, hogy késztess arra, hogy indulni tudjuk új, igen, tisztán, világosan, egyértelműen, elkötelezően születhessen bennünk. Mindezekért ragyogjon ránk újra az a dicsőséges fény, hogy Krisztus engedelmes lett egészen a keresztfáig, és harmadnapon halottaiból föltámadott, hogy halál hol a te diadalod, hogy egészen el vagyunk rejtve te benned, tiéd örökre, hogy fényünk, munkád ez bennünk. Kérünk téged személyes szavainkkal, kérünk így közös imádságunkban is, hallgass meg minket. Amen. Tegyünk most vallást a mi hitünkről, Isten bennünk élő ajándékaként az apostoli hitvallásunk szavaink segítségével hívva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megveszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokán. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény Atya szenvedélyét, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test felváltását és az örök életet. Amen. Nem kételkedve megvalló hitetekben, alázattal mégis, ami szent egyházunk gyakorlatának megfelelve, vizsgáljátok még tovább magatokat, néhány kérdés az ige szavai által feltett néhány kérdés megválaszolásával. Kérdezem mindenek előtt, valóban hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne hisz, hanem örök élete legyen, ha igen belétek. Hiszem és vallom. Kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy ő hű és igaz önmagát meg nem tagadja, ha megvalljátok a ti bűneiteket, megbocsátja azokat, sőt, megtisztít benneteket Krisztus áldozatában minden gonoszságtól. Ha igen, felejétek, hiszem és valóban. És végül kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok el, hogy ezért fényért, a dicsőségünk, a fényért, amely eljut egészen a szívük mélyéig, ennek örömében, engedelmességgel, alázattal úgy igyekeztek élni, hogy értetek Isten dicsőség és embertársadok javát szolgálhassa. Ilyen felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt magam is hiszem és valam. Most pedig, mint az én, és ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uramnak erre méltatlan közöttetek mégis elhívott szolgálja. Hirdetem. Isten kedves, tökéletes egyetlen egy áldozatát, akiért minden meghallott bűn,
az Isten titkában elfelejtésre kerül, nincs többé terhe. Hirdetem az új élet lehetőségét. Hirdetem azt az erőt, amely segít, hogy kicsit is fényekkel világítani tudjál. Hirdetem, hogy lehetsz Isten országa építője, légyél benne gazdag, bátor, alázatos, így legyen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, előkészületet tettünk a szent vendégségre, éljük az a szép rendes látunk javára. Foglalja a helyét az összeségét. És kialakult a rendünk szerint. Jöjjünk a fölösztelához, legyünk magunkat, amit szent vidéket, és éljünk szeretettel váltunk. Thank you.
Mennyei édesatyánk, te tudod igazán, hogy bátorság és kicsit bátortalan jelenlétünk a szent vendégségben, az igent mondásra nézve, de szeretnénk igent mondani újra, hozzá tartozunk, benned élünk, nagy öröm ez nekünk, jövőnk van, örök élet ajándékát, ígéretetként hordozzuk. Szeretnénk küzdelmesebbek lenni, szeretnénk mindvégig megharcolni mi harcainkat, a hitet megtartani. Szeretnénk igazán örülni a jó hírnek és a jó hírben. Szeretnénk világítani. Szeretnénk körülöttünk élőket támogatni, segíteni. Szeretnénk jó szót szólni. Szeretnénk szeretni szereteteddel. Áld meg a te itt élő népedet. Mindenben áld meg a mi otthonainkat. Áld meg minden emberi kapcsolatunkat. Áld meg így a reggeleinket. Áld meg az esténket. Áld meg kérdezni fáradozásainkat, ünnepeinket. Hálát adunk neked, hogy újra a te szentséged közelében lehetünk. Fölfrissítettél, megújítottál minket. Dicsérünk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a Földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az dicsőség mindig örökké. Amen. Foglalja el a helyét, gyülekezet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Tavaszi bőjti evangelizációnk volt az elmúlt héten. Igenhirdetőnk Hallóczi Zsolt nyugalmazott lelkipásztor volt neki, és minden gyülekezetnek ezúton is köszönetet mondunk. Gyermek evangelizációra is sor került Nagy Béláné, Eszternek és munkatársainak is. Köszönjük az értékes estéket, az értünk hozott áldozatokat. Kérdetjük, hogy kedvi időránkra mindazokat külön is nagy szeretettel hívjuk, akik örömmel és szívesen felemlegetik a személyesen megértett üzeneteket. Mozsa szedegetésnek szoktuk nevezni ezeket az alkalmakat. Az evangelizációs esték hangfelvételei rendelkezésünkre állnak, hamarosan a honlapon is meghallgatják ki. Ma délután 4 órától Miklósi Zsolt és felesége Judit vezette házaskör találkozik itt a templomban. Félvetítéssel is készültek erre az együttlétre, szeretettel várják a körtagjait. Holnap hétfőn este Nikodémus körünk is találkozik, vendég lesz a háznál. Petrőczi Éva irodalmát költő tisztelmet bennünket jelenlétével. Áhítatunk mellett vele is tervezünk beszélgetést. Nem csak körünk tagjait, az érdeklődőket is szeretettel hívjuk és várjuk. Április 13-a és 15-e között sorra kerülő Mátraházi hétvégénk jelentkezési íve nagyon gyorsan eltelt, másfél nap alatt, sőt, ott jelentkezők is 12-en vannak. Ezért kérjük önnek, kedves testvért, hogy minél előbb erősítsék meg az előleg befizetésével a részvételi szándékokat. Különletes levélben már megküldtük az értesítést, hogy tervezett Luther útunk mégsem megvalósítható. A sok utánajárás mentén is nagyon magas bekerülési költségek miatt. Egy főre az 5 nap 130 000 forint lenne.
Ezért módosítást tervezünk, visszatérünk Kárpát-medencei útjainkhoz, és egy korábban már tervbe vett felvidéki út kerül előtérbe. Nyugat-Szlovákia, Pozsonnyal és a Végvárakkal. A háromnapos utazás időpontja nem módosulna, augusztus 18-a, 25-a között szeretnénk megvalósítani. Hamarosan jelentkezünk majd a felészletekkel. Néhány fontosabb alkalmat is meg kell említenünk. Március 24-én, szombaton délután 5 órától lesz a következő szó-a-szó együttlétünk. Március 25-én, világvasárnap, a délelőtt 10 órás alkalmunk, iskolánk és óvodánk ünnepi istentisztelete lesz. Hamarosan elkészül a húsvét ünnepő valamennyi alkalmát feltüntető szórólapunk is. Emlegetjük, hogy április 8-án vasárnap Svájcból érkezik hozzánk egy gospel kórus, a délelőtt istentiszteleten igehirdetéssel és sok evangéliumi énekkel közöttünk is szolgál. Nyitna Krisztina a találkozás lelkész kincsere. Az ő kérését is tolmácsoljuk. Azon a vasárnapon örömmel vennék, a családi meghívások alapján ebédelhetnének. 27-en érkeznek, 3-3 főt kellene megebédeltetnünk. Elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk és kérjük, akik a német, az angol vagy a francia nyelvet valamennyire beszélik. És végül emlegetjük, hogy adunk 1%-ában ismét segíthetjük gyülekezetünket. A lelkészi jelentős hátsó belső bodikollapján megtaláljuk, templom alapítványunk megfelelő adatait. Köszönjük, hogy a támogatnak a testvérek, hogy váltok ezeket. Köszönjük az énekkal szolgáltát, énekeljenek mindig, amikor csak lehetséges, legközelebb valószínűleg húsvétkor hallgathatjuk majd őket. És én is szeretném megköszönni mindenkinek az evangelizációs esténken végzett szolgálatát. A lemlegesek még külön egy fontos dolgot a kisebbségvédelmi törvényen kapcsolatosan aláírásokat gyűjtünk itt a templom térben is, hogy az Európai Unióban ez valamiképpen napirendre kerüljön. Többek között a határtúli magyarokra is gondolhatunk, de Európa vagy az Unió nemzetei között számtalan más kisebbség is van. Aki úgy érzi ezzel egyedül érteni, azt töltse majd ki a földszinti megállón található hívek mentén a maga adatait is. Befejezésül áldásvétel előtt 397. énekünk első három versét énekeljük, 397. énekünk, így kezdődik Ó Sion ébredj törzsünk ünnepése. Thank you.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet. Így legyen. Amen. Áldás, békesség Isten belünk, viszontlátásra.